Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, Solymosi Tari Emőke vagyok, a művészetelméleti tagozat vezetője, és mindenek előtt nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Rihli Gábor főtitkár urat és kedves feleségét, akik megtisztelik a rendezvényünket. És hát egy történelmi pillanatot kell, hogy bejelentsek, ugyanis a keddi Kaleidoszkóp sorozatunk, ami 2015 óta fut, és eddig már 53 ilyen pódiumbeszélgetésünk volt, mindegyik fönt van az interneten, az MMA TV-ben, tehát mindegyiket meg lehet nézni, van, amiből fél órás szerkesztett anyag van, de a legtöbbből már gyakorlatilag egy órás, másfél órás teljes anyagot lehet megnézni. Szóval ebben a bizonyos keddi Kaleidoszkóp sorozatunkban még nem volt olyan eset, hogy egy kedves vendéget másodszor is meghívtunk volna, sőt, a beszélgető társát is másodszor is meghívtuk volna, ugyanis... Professzor asszony, Prokop Mária, aki hát mindenféle díjakkal el van halmozva, de a legnagyobb a Széchenyi díj, illetve a Magyar Örökség díj. Ugye mondhatjuk, hogy ezek a legnagyobbak, de hát nagyon magas állami kitüntetéseket is kapott már Mária. Tehát az ő nagyon kedves munkatársa, akit ő választott, Virdről Zsuzsanna, aki Munkácsi díjas. Ő festő, restaurátor, művész. És már akkor, 2017-ben is Zsuzsanna volt Prokop Máriának a beszélgető partnere. Mondom, azt a beszélgetésüket is megnézhetik. Egy csodálatos, vetített képes előadás volt akkor is, és hát most kíváncsian várjuk, hogy az eltelt esztendőkben mi minden történt, mert az egészen biztos, hogy az esztergomi várkápolna fali képeivel kapcsolatban sok-sok új felfedezés volt. Még csak annyit hadd mondjak el, hogy én ma néztem, hogy mi került fel már Prokop Máriának az életéről az MMA honlapjára. Ezt azért mondtam ilyen hangsúlyosan, hogy már, mert Prokop Máriáról még el sem mondtam azt, hogy ami nagyon-nagyon nagy boldogságunk, örömünk, büszkeségünk, hogy ettől az évtől Prokop Mária, a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusa, a művészet elméleti tagozatnak a tagja. Ez nagyon nagy öröm számunkra, igazi erőssége lett a most már 25 fősre duzzadt tagozatnak. Na, szóval azt akartam elmondani, hogy egész meghatottan láttam azt, hogy 1962-ben írta Prokop Mária a szakdolgozatát, az egyetemi szakdolgozatát, és mi volt a címe? Az esztergomi várkápolna 14. századi fali képei. Tehát, hogy nagyjából akkor, amikor én születtem, tudom, nagyon régen volt, de mégiscsak ez nagyjából akkor történt, a Prokop Mária már ezzel foglalkozott, és szenvedélyesen kutatja azóta is ezt a témát, és akkor persze még arról nem beszéltünk, hogy művészettörténészek generációit nevelte ki azóta, tehát neki nem csak a művészettörténészi kutatói munkája nagyon jelentős, hanem a tanári munkája is, amit ezúton is köszönünk szépen. Szerintem rengeteget beszéltem. Meg fogjuk hallgatni Zsuzsanna kérdéseit, illetve Prokop Mária professzorasszony válaszait. Még csak annyit, hogy hát még ugye ilyen sem volt, hogy a úgymond a riporter vagy beszélgetőtárs fölteszi a lábát egy ilyen kis zsámolyra, de hát van olyan, hogy valakit baleset ér, és muszáj ezt csinálni, úgyhogy ezt külön köszönjük Virdő Zsuzsannának. Nem, semmit nem kell csinálni. Szóval lényeg az, hogy neked nem is kell emiatt semmit sem mondani. Külön köszönjük azt, hogy ennek ellenére a sérülésed és a fájdalmak ellenére vállaltad a beszélgetést. Tehát az utolsó szavam az már csak az, hogy gondolkodjanak közben, mert a végén, ha befejezik a beszélgetést, akkor természetesen lesz mód hozzászólásra, illetve kérdések feltételére. Úgyhogy nagyon szép estét kívánok mindannyiuknak. Tehát kezdenénk ezzel a nagyon fontos, azt gondolom egyben hitvallással is, amit kiírtam ide, hogy Esztergom a szülővárosom, elmondom én a Mari helyet, Istennek hála, ez egy csodálatos ajándék, Európa gyöngyszeme, hazánk fővárosa 300 éven keresztül. Hát talán innen induljunk ki, hogy
hova születtél, mikor, ha ezt meg lehet kérdezni, bár egy hölgytől már nem illik, és milyen családba? Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és mindenek előtt köszöntöm Emőkének ezt a nagyon szép bevezetést, főtitkár úrnak a megjelenést, és minden kedves barátomnak, ismerősömnek, családtagomnak a jelenlétét. Akik ismernek, jól tudják, hogy valóban nagy ajándék az, hogy hova születik az ember, és azt nem maga választja meg. Úgyhogy ez egy óriási dolog, hogy Esztergomban és egy ilyen családban, ahol a szellemi élet volt az egész, amióta tudom magamat, a legfontosabb dolog. Tehát 39-ben születtem, ez nem titok, vég a világháború, hát kezdete előtt tulajdonképpen, és Esztergom még viszonylag békevilágban volt, szüleim második gyermeke vagyok, ott majd lehet látni mindjárt édesapát, édesanyját. Édesapa fiatal járásbíró, esztergomi születésű, édesanyja soproni születésű, de hamarosan 17-től Pesten élt, és ott járt iskolába a Szilágyi Erzsébet érettségizett, és itt én láttam, itten hatodikos koromban. Természetesen a történelmet mindig nagyon szerettem, az elemitől kezdve a mindenféle korosztályom, korszakomban, és hát sikerült évvesztés nélkül eljutnom az egyetemre, és mint művészettörténész itt már 62-től itt dolgozom a Királyi Várban, 7 éven át, és utána kerültem Budapestre. Az is egy fontos dátum, az a 69, amikor egy nemzetközi kongresszus volt először a szocialista blokkban, ahol először találkoztak szovjet és nyugati és amerikai művészettörténészek egymással a második világháború után. Úgyhogy egy nagyon nagy esemény volt 69-ben, aminek én voltam a tudományos főtitkára, és hát mindenféle szervezője, egymagam, egy irodát képviseltem. Eléggé nehéz körülmények között indult sok minden, mert Boskovics Miklós, akit muszáj megemlíteni, mert pár évvel volt idősebb, és nagyon sokat köszönhetek őnek is, a családom és szüleimen kívül, meg hát természetesen Vájer Lajos professzornak, aki engem meghívott, miután a Boskovics Miklós nevű munkatársa diszidált 69-ben, és hát ott állt végül is emberek nélkül, úgyhogy engem akkor kiemeltek ebből a... Egy havi szerződésem voltam ugye 7 évig, de ez most nem panasznap, úgyhogy nem mondom tovább, de lényeg az, hogy nagy öröm, hogy megbízott bennem, és akkor egyelőre egy éves szerződéssel kerültem Budapestre, és hát ott maradtam egészen, mondhatom mai napig is, mert mint professzor emeritus ma is vezetek doktori védéseket, és így tovább. A szüleimtől valóban, tehát ezt édesapa járásbíró, de hamarosan ugye abba kellett hagyni a jogi pályát, és hát nem egyenesen, de hamarosan 57-től a primási levéltárnak volt a levéltárosa. És édesanyja ugyanígy Gerevis tanítvány volt, művészettörténet, latin és történelem szakon, és hát ugye az már 45 után nem jelentett semmit, tehát valóban, és hát miután a negyedik gyermek, tehát öcsém a negyedik gyermeke a szüleimnek, és iskolába került, ez 54-től volt, akkor került a Keresztény Múzeumba, és ott akkor nyílt meg a második világháború után a Keresztény Múzeum, tehát én belekerültem abba a világhírű gyűjteménybe, ami ma már valóban közismert a világon, de akkor még nem volt. De lényeg az, hogy olyan levegőben ültem föl, ahol az egész világnak a művészet történetét lehetett tanulmányozni, látni, élvezni a kiskoromtól kezdve, bár mindig kielégítve az emberek az érdeklődését, és miután édesapa a levéltárba, tehát ugyancsak egy közös tudományos munkát végeztek, csak nem akarom csak megemlíteni az Ipoly Arnon levelezését, ő rendezte egyébként egész a primási levéltár rajztárát, tehát ami addig egybe volt a levelezéssel, az külön csinált rajztárat, tehát apa is ezek mind ugye megfelelő minimál bérér, ugye, hát és 4 óra, stb. Tehát a lényeg az, hogy nehéz körülmények között, de önként
rendesként a Keresztény Múzeum világhírűvé vált, édesanyja életébe 97-ig élt édesanyja, és hát valóban vezette az én egész szakmai életemet 97-ig, teljes szellemi frissességben 90 éves korában. Mert hogy ő a Keresztény Múzeumban dolgozott, csak ezt elfelejtettem. Igen, hát ez egy olyan nagy dolog, hogy őtől letanultam először, hogy olyan vezetéseket tartott, akik még élnek azok közül, tudják, hogy eznek nagy híre volt, hogy megtudta, ő egy gerevis tanítvány volt, ahol nagyon fontos volt a érzelmi átélés is, hogy valóban az ember része legyen annak a művészi milliónek, Itáliának. Édesanyja is jól ismerte Itáliát, a művészet történetet, és hát így az egész hát Harmadi Béla kora hamar, tehát ahogy előbb Emőke már említette, hogy a szakdolgozatom is 62-ben a Várkápolna freskói voltak, a 14. század Trecento freskók, amikor születik a reneszánsz, születik valami fantasztikus dolog ez a 14. század, a bizánci művészetből valami új sarjad ki, és ez valami olyan levegővel töltött, hál' Istennek meg, és hát a képek gyorsan forognak, úgyhogy nem szabad nekem elvesznem a részletekbe, nem is akarok, hanem ez a Vukov Konstantin, most nem látom, hogy itt van, de sokan ismerik, hogy ő vele nagyon, ő egész fiatalon főépítészelet Esztergomnak, és az ő rajza látható itt, aki rekonstruálta a hogyan is nézhetett ki az egyes századokban építészetileg az vár. Kívülről egy gotikus, mint ugye a Vajdahunyadi várat is ismerjük, de belül ott is vannak reneszánsz freskók, Quattrocento freskók. Tehát itt ez a gotikus külső, amilyen a valószínű a budai vár is ilyen volt, már ugye itt most már a reneszánsz korban vagyunk, és hát itt vagyunk a Bakócz kápolna, tehát sorban azok a emlékek is, ezekkel mind foglalkoztam. Az első tudományos publikációm 64-ben a műemlékvédelmi című folyóiratban éppen a Bakócz kápolnának, mint az első műemlékvédelmi teljesítménye a magyar kulturális ügynek, hogy megmentették, vagyis 1600 darabra szétszette az akkori Pák János építész, és tehát megmaradt, és nem, itt ez nagyon-nagyon jól látható, hogy ez egy olyan 1506-ból egy valami olyan kincse a magyar, ami, az a kevés emlékünk, ami megmaradt, az mindegyik olyan fontos, akár töredék, akár egy ilyen teljes kápolna, jól mutatja azt, hogy valahogy ott voltunk az élvonalában, Balogh Jolánnak az első nagy monográfiája kimutatja, hogy az itáliai centrális építészeknek a csúcspontja ez a Bakócz kápolna, ami éppen Esztergomba található, ez a Andrea Ferrucci, aki Michelangelo körbe dolgozott. Úgyhogy nagyon fontos emberek dolgoztak itt, aminek valóban még nincs Európa teljesen a tudatában, és bízom benne, hogy azért mindig egy minden nap egy lépéssel előbbre fogunk jutni. Hát akkor most a Szent Adalbertről beszéljünk. Igen, csodálatos. Ez a töredék, ugye a Bakócz kápolna egy teljes épségben megmaradt, jól lehet, ugye újra építették, de ezek a részletek itt a jobb oldali, a Porta Speciosának egy csodálatos márvány intarzia, ez a fej, ez a Dániel fej, nézzék meg, micsoda, ez a pár vonással, micsoda kifejezés. Ez egy olyan főműve a magyar művészeti emlékeknek, amivel maga, ez az egy, vagy akár a mellette az oroszlán. Én gyűjtöttem, van egy nagyon szűzás fotogalériám az oroszlánokból, Velencéből, Itália minden részéből. Ez az oroszlán, ahogyan így van, és majd fogjuk látni a freskót a kápolna belsejébe. Szóval ilyen, ezek maga az, hogy a magyar kultúra, a magyar művészet az numero egy volt Európában, és természetesen, hogy ez létrejöhetett, az, hogy gazdaságilag is az volt. Ugye tudjuk, hogy a Kárpát-medencében volt a legtöbb a középkorban arany, ezüst, nemesfém, tehát valami olyan kincsek van, amit még nem vagyunk eléggé a tudatában, úgyhogy ezt hát próbáltam ugye hosszú évtizedeim alatt, de még mindig tudom, hogy még nagyon sokat kellene tenni. Hát ez csak egy kilátás a várból, hogy nem mindig. Igen, ez a Duna, ugye a Duna, Esztergomnak a legnagyobb egyik legnagyobb kincse az, hogy az a Duna, ami nyugattól keletig, Fekete Erdőtől, Fekete Tengerig, a Bizánci Birodalomig, hát az összeköt bennünket keletet és nyugattal. Ez a mi rendeltetésünk, és ez egész magyarságnak ez a rendeltetése. Itt megyünk tovább a Porta Speciosára, ami, hát hogy ne csak pozitívumokról beszéljünk, mert ugye folyton csak pozitívumokról, de érdemes is erről, de
Ezt azért tettem be ezt a fotót, a következőt, mert ez a mai állapota, hogy valóban kicsit leporolták 2015-ben, és ugye elkerült az eredeti helyéről, és most ilyen helyen van. Ez egy nagyon egyébként csodálatos ez a timpanon. Ami hát azért érdekes, bocsánat egy pillanatra, mert nem tudom, hogy látják-e, tehát egy úgy lett behelyezve a timpanon, aztán a Mari elmondja a timpanon, hogy van egy nagy fekete szekrény, mögötte vannak a mosdó helyiségek, és a maga a timpanon az pedig ketté vágja konkrétan a, vagyis a szekrény magát a timpanont. Tehát én körülbelül 7 éve könyörgök, hogy tegyük már át valahova, persze nem olyan könnyű, mert ugye nagyon nehéz, azt mondták annak idején, hogy ez idéglenesen van ide téve, de hát valahogy mégiscsak ugye Magyarország mondhatni legfontosabb középkori szobrász emléke, és hát valami miatt ez most ilyen helyen van. Ez a Székesegyháznak volt a belső. Bocsánat, valószínűleg Takács Imre kedves volt tanítványom, és hát úgyhogy sok száz tanítványom van ugye a több mint 50 évi oktatásom során, tehát valóban mindegyik csinálja a dolgát maximálisan, úgyhogy nagyon büszke vagyok mindegyikre kivétel nélkül. Akkor lapozzunk. Ez az ásatás 1934 és 38 között. Mi történt akkor? Hát ez egy óriási esemény volt, akkor én még éppen nem éltem, de azért nagyon jól tudom, hogy és láttam sok képét, valóban egész ország, nem csak esztergomiak, hanem valóban, sőt egész mondhatnám Európa, Rómából Gerevis Tibor révén, aki akkor vett egy házat, egy lakást, egy házat ugye Esztergomba, és a bazilika közelébe, hogy lássa folyamatosan ezt a munkálatot a 30-as években, és hát itt olyan 340 évig a föld alatt volt. Ez a teljes, tehát addig nem érte se a historizmusnak az átalakítása, úgy, mint mondjuk a Saint-Chapelle-t, vagy párizsi emlékeket, tehát valóban az egyetlen talán Európában, ami világhírű, a romanika és a koragotikának az első emléke Európában, és így az eredeti állapotában nincs sehol máshol Európában. Így nem látható, mert mindenütt, ugye, ami a föld színén volt ott, mindenütt alakították, megvédték a kor ízlése szerint. És itt a további munkálatok, tehát valóban az, hogy látik, hogy a kiegészítés, amit a 30-as években éppen, hogy tetőt kapott, és a homlokzata a kápolnának, az annyira szerint, csak éppen mondom, egy fedél van fölötte, és mutatja, hogy minden eredeti, és a falképek is, aminek a restaurálása természetesen az akkori elvek szerint történt, de az akkori leghíresebb Pelliccioli, Mauro Pelliccioli, a milánói Brera-nak a híres restaurátora, ő akkor nem volt még ilyen idős ember, és a legnagyobb szakértelemmel, csak nagyon rövid idő alatt, mert 34-ben kezdődött, 35, és 38-ra készen kellett lenni, tehát meg volt mondva a határidő, hogy amennyit tudnak, annyit mutatnak be, és úgy, ahogy lehet. Tehát nem volt annyi idő, ezt a Zsuzsa tudja legjobban, vagy ő mondja tovább, hogy az a földréteget, ami a 340 év alatt rárakodott, rá kövesedett, azok akkor ő még aztán hozzátettek, akkor az új anyag volt a cement, mindent jobban tudja a Zsuzsa. Tehát lényeg az, hogy nem volt annyi idő, tehát ezt csinálja a Zsuzsa 23 év óta. Ajaj, 23. Jó, hát persze nem mind munkával telt, mert hát sajnos mindenféle kényszerű pihenőink voltak, mindenféle okokból. De hát itt valóban Pelliccolit látjuk, ahogy épp az utolsó vacsorának a restaurálását, illetve arról magyaráz, mert hogy azt is ő tette, ő csinálta, és a Prini Brambilla, aki tulajdonképpen az ő tanítványa volt, ő restaurált aztán 20 évig ezt a festményt. Úgyhogy amikor mondják, hogy miért csináljuk 20 évig ugye az erényeket, akkor az erények az egy sokkal nehezebb munka, mint a Leonardo, akár tetszik, akár nem. És mikor én találkoztam egyszer a Pinin Brambillával Milánóban egy konferencián, akkor hát én még akkor egy kicsit fiatalabb voltam, és azt mondta, hogy
Úristen, te vagy az a kislány, aki csinálja ezt a restaurálást. Hát képzeld el, hogy én pedig a Pelicsolinak vagyok a tanítványa. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy élmény volt, hogy valójában egy ilyen átmeneti, és akkor mesélte erről, ugye, hogy dolgozott az öreggel, aki persze ő ott is cementet használt, és hát ez volt a legnagyobb baj, mert valójában egy cementnek a bejuttatása néha egy pár óra, amit utána évek alatt kell kiszedni sajnos a falképből, és azért kell kiszedni, mert különben tönkre megy. Tehát leesik a falról konkrétan. Na, de hát ezt tudjuk, tehát nem magyarázni akarjuk, hogy miért ilyen hosszú, de most már azért a kápolna az látogatható, már csak az apostoloknak egy része nincsen kész, és hát jövő nyáron pedig át fogjuk adni a stúdiólót is, ha az Jóisten is úgy akarja. Tehát ugye itt meg az oroszlán. Itt a képviselő, ami a csodája a kápolna falképeinek, egy teljes egész, még akkor is, ha töredékes, de ebben a palmetta leveles keretben, a vörös alapban, annak a arany és zöld, és tehát át megjelenő oroszlánnak a minden kartolata, vonala, valami olyan expresszív kifejezésű, ahogy mondtam, a márvány oroszlán, és annak is nincs párja, az esztergomi márvány oroszlánnak nincs párja, Európában nem találtam a sok száz oroszlán közül egyet se, és itt ugyanígy ez a kompozíció, hogy elhelyezi az életfa előtt, ezt a hatalom és annak a megtestesült oroszlán, aki ugyanakkor a feltámadást is képviseli, mert az oroszlán életre kelti, a halva születik a kis oroszlán, és a hím oroszlán életre leheli. Tehát mindenképpen olyan sok szimbólum kötődik az oroszlánhoz, és ez úgy van itt megjelenítve, aminek az évszámát is nem nehéz meghatározni. A magyar művészet történetnek nagy nehézsége, hogy nincsenek mindenről oklevelek, nincsenek szerződések, mert elpusztultak ezek a levéltárak. De szerencsére a történelmet azért ismerjük, és az a harmadik Béla, aki bizánci császárnak készül, 13 éven át Bizáncban. Ő idejön, magyar király lesz, és hozza magával mind azt a kormányzási tapasztalatot, tehetséget, elveket, és művészi hozzáértést, művészi igényességet. Tehát, és azt tudjuk, hogy ő 1172-től király, 72-73-ban mindenképpen már a kápolna készen van. Ez a freskó nem. Akkor még sejem leplek díszítették a falakat, és amikor a második feleség meghal, Ágnes, az Antiohia Anna, akkor ő 1185-ben hal meg, 86-ban van az új házasság, arra már a párizsi palota a Fülöp Ágosnak az udvarában meghonosodott falkép díszíti. És hát akkor készült, tehát 1185. Biztos, hogy elkészül, mert addig az a királylány, pontosan van, fiatal özvegyasszony, aki az angol trónörökösnek volt a fiatal özvegy, ő nyilván nem úgy jött, hogy itt építkezések vannak, hanem bizonyára a kápolna és a palota nagy része elkészült arra, mert ő neki bizonyítani is kellett, ugye azt, hogy ő egy nem ortodox ember, akkor már ugye kelet-nyugati egyház elvált 1054 után, és ő a nyugati egyházat, tehát itt azért a gotika itt jelenik meg, ugyan egy időben, mint Párizsa. Nem az, hogy itt majd 50 évet még hozzáteszünk, és akkor, hanem nem tudjuk, hogy mikor épült, ez a freskó, ez 1185-ben elkészül. És azt még mondjuk már el, mert szerintem nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen ez a 34-38-as restaurálásoknak az eredménye volt ennek az oroszlánnak az előkerülése, mert ezt nem lehetett látni. Tehát ezen volt egy fragmentum, az 1003, tehát a Trecento réteg az rajta volt, és ezt a Pelicsoli választotta le, mert meglátott véletlenül ott egy vörös réteget alul, tehát ez konkrétan leírta, hogy valami lábat lát, és
azt meg kéne nézni, és hát ő olyan bátor volt, ma már nem lennénk ennyire bátrak, ugye abban az időben, hogy ő leválasztotta azt a réteget, ami ezt akarta, és az apszisnak a jobb oldalára, ami ugye egy rekonstrukció ma, arra helyezte át. És ezért látjuk most teljes szépségében az oroszlánt, ami egyébként be volt pikkelve, tehát kalapácsütések voltak rajta végig, azért, hogy ez a következő réteg ezt tapadjon rá. Ezeket ugye mi természetesen a hasonló anyagokkal, tehát meszes anyaggal kitömítettük, és icipici pöttyökkel, lehet így hívni, raszteresen retusáltuk, aki van, aki már látta közelről, azért, hogy lehessen látni, hogy mi az eredet és mi nem, természetesen. Tehát ez mai napig meg lehet nézni, nem mai napig, hanem most is ebben a pillanatban, bocsánat. Na, hát talán... És itt... A nagyon jó kápolnáról még esetleg. Igen, hogy tehát az első kifestés az 1185, és a második kifestés az a 14. század, amikor a trónviszályok után, ami az 1301-es harmadik András halála után, tudatosan nem mondom, hogy az Árpádház kihalása után, mert az Árpádház csak férfiákban halott ki, és ezért én nagyon harcolok, ugye, hogy ahogy a Habsburgházról nem mondjuk, hogy kihalt a harmadik Károllyal, és hát a Mária Terézia folytatta, tehát ugyanúgy az Árpádház sem hal ki, de viszont valóban az, hogy nem ismerte el sem a nápolyiak, tehát az Árpádok nem ismerték el a harmadik Andrásnak a létjogosultságát, vagy törvényességét, ez egy külön téma, hanem az, hogy nagyon sok, tehát trón igénylő jelentkezett a harmadik András halála után 1301-ben, tehát nagy háború volt a koronáért, és végül az Anjuk nyerik meg a Mária királynő révén, és hát ugye ez fontos, tehát, hogy a 14. század a Telegdi család építről tudunk, hogy nagy építkezést folytat a század 30-as, 40-es éveiben, és akkor ez az előbb látott itt. Tehát az a második réteg, és mindenhol a Zsuzsa, hála Zsuzsa kitűnő munkájának, hogy a bordák ornamentikáján és az egész mindenütt a két réteg érez, látható. Majd később lesznek még. Tehát egy egész más, az oroszlános rétegnek van egy teljes kifestése mindenütt fölismerhető, főleg a bordákon, ami egy nagyon növényi, nagyon dekoratív, színes réteg, és arra jön a 14. századi réteg, tehát kitűnően mindegyik szétválasztható, amennyire ugye alulról most már inkább csak távcsővel jól látható, de jó szemüveg lát. Tehát mind a kettő nagyon magas színvonalú. A bordák kifestése most ennél a föltárásnál derül ki, hogy a középkorban nem egyformán, mert a neogótika vagy historizmus, a Mátyás templom vagy ezer templomban az egész Európában így volt, hogy hát nagyjából egyformán a bordákat ugye kifestették ilyen bármilyen saktábla, bármilyen geometrikus díszítéssel. Itt látszik, hogy minden a profilozásnak mindegyik része más és más motívum egymáshoz. Tehát egy nagyon gazdag és egy külön tanulmány lehetne, amivel foglalkoztak a historizmus korában, ez még vár arra, hogy szakemberek ezzel foglalkozzanak, de valójában a historizmus egybe, és hát itt mindenütt nyilván a Mátyás templomban is úgy volt. De ez egy nekem ügyes, fontos témám volt, hogy kifesthette, hogy milyen körbe tartozhatott, ha a nevet nem is tudunk mondani a 14. században, de mindegyikben a számos kutató, meg kollégám az Angliától az Amerikáig, szóval az, hogy ezek a várkápon a töredékeivel, nem tudom, fogunk látni, vagy mindenki ismeri, szóval nagyon közel áll ugye Giotto utáni évtizedekhez, és az a színvonal. Na most itt én gondolkoztam a Lorenzetti körbe, aki egy nagyon fontos testvér volt, pár volt, akik főleg azok az Ambrogio Lorenzetti köré működő, nem akarom ezt hosszan mondani, de ez a Bernardo Daddi, ez egy ilyen, aki egy ilyen későbbi Giotto tanítvány, akinek így a keze, stb. De egyik se ugyanaz, tehát nem lehet azt mondani, hogy ő festette. Szóval ilyen analógia, tehát az, hogy olyan színvonalon álló, a kezeket, ahogy megnézzük, ez egy szép tanulmány, általában művészetek kezel nagyon kifejezi a színvonalat illetően.
Egy picit ugorjunk vissza a családra. Igen, a dédapám, a Prokop János építész, aki Zomborból indul el a céhnek a cégbe tanul, a céhiskolába, és onnan vándorútra küldik Pestre, Pollák Ágostonhoz, és ebben akkor jön Pollák Ágostonhoz haza az Évül Miklós, ő vele jó barátságot kötnek, és ő mondja, hogy menj csak tovább Münchenbe, és egészen Karlsruheig. Most mindenhol részt vesz a építkezéseken, megvan a vándorkönyve. Ez még egy nagy adósságom, hogy 25-ben lesz a születésének a 200 éves évfordulója, 1825 és 94-ig élt, és hát ő az első, aki a Karlsruhei fejedelmi iskolába, amivel most már az egyetemnek a 50-es évektől kezdve nagyon szoros kapcsolata van a műegyetem építészkarának és a Karlsruhei építésziskolának, tehát ő volt az első, majd a század végén a műcsarnok és a hűsöktere a Sikedásznak és társainak, ők jártak aztán. A jelenleg épített történet úgy mondja, hogy ők jártak először Karlsruhébe, hát előttük a 40-es években ott járt Prokop János. És hát az esztergomi vízvezetéknek, a főépítésze volt a városnak, a megyének, az egyháznak, a káptalannak és a Sándor családnak is. Na most, úgyhogy ő addig nem vállalt épületet egy háznak, egy családi háznak, amíg a vízelvezetésben, hegyoldalban, ott Esztergomban, úgyhogy az egész város vízelvezetését megrajzolta, nem történt meg az ő főépítéssége, meg az ő életében, de a rajzok megvannak, szóval ő az alapozása, ő nem csak a művészetre koncentrált, hanem arra, hogy a technikai részek is. Ez egy rész, hogy valóban, ami megvalósult, ez a csatornázás vízelvezetése Esztergomnak. Itt a család. Ja, hát én itt megköszönöm, hogy engem bevettél a családba, majdnem, hogy. Ez egy emlékfotó. Igen, 2015-ből, ugye, amikor ez... Ez amikor a díjat kapta, igen, a díjat, itt az MMA-tól kaptam ezt a díjat, úgyhogy az emlékének és a MMA vezetőségének köszönöm, nagyon szép ünnep volt. Itt voltak mindenféle emlékképek, 2007, és, Tattiban. Igen, itt a 70 éves, ugye, 70 éves, nagy emlékszik. Na, itt van egy tanítvány, amit van valahol hátul, meg van több is. Úgyhogy 70 éves, 80 éves, mindenhol ünnepeltek. Elmúlt, de hát ugye hál' Istennek, hogy a munka folyt, és valóban a munka az egy élvezet volt, valóban az egy olyan öröm volt a Zsuzsával együtt dolgozni, és már dolgozunk ugye 23 éve, és hiszem azt, hogy ez, és ami tulajdonképpen eredmény, az mind valahogy részemről az, hogy ezt közösen tudtuk csinálni, hogy valóban nem a művészet történész, majd utána, ha majd minden rendben van, akkor megnézi a dokumentációt, és esetleg ír valamit. Szóval sajnos ez egy még mindig működő gyakorlat. Ez így van. Ezt csak azért szólok közben, mert én előtte ugye Olaszországban dolgoztam, ez nem titok, sokáig, és aztán tulajdonképpen Esztergom miatt jöttem haza, és fönn dolgoztam egyszer egy homlokzaton, és mondták, hogy hát ott lent van a művészettörténész, és mondtam, hogy hát miért nem jön föl ide az állványra, hát most ott onnan lentről mit lát? És nem volt hajlandó. Tehát mondta, hogy én oda, hát dehogy megyek, hát az olyan magas. Na most a Mari meg az a művészettörténész, mert ezt nem biztos, hogy mindenki tudja, vagy érzékeli, aki fölmászik, mert itt nem látni, de egy létra tetején áll, gyorsabban megy föl, mint én, pláne most, és lemászik egy lukba is, ha kell, tehát hogyha ásatás van, akkor az ott a Mari, ott a bal szélen, oda is gyorsabban jut le, mint bárki. Tehát a művészettörténeti összegzés az valóban testközeli, nem pedig papírok olvasásából. Lehet, és közösen gondolkozunk, és csak így tudunk, és tudtunk az eddigi eredményekre is jutni, és jutunk még továbbra is. Na, hát ez egy, végül is most ezt hagyjuk talán, nem tudom, hát ugye az eredetiségről beszélünk, tehát hogy ahhoz is ragaszkodunk, mert azért az csak én egy mondatban mondom el, bár el lehet olvasni, közösen írtuk, hogy az eredetiség azért nem mindig szent ma már, és nem mindig divat, tehát egyre több az építkezés, és egyre inkább felületesebbek sajnos a munkák, ezt mindannyian tudjuk,
És hát például Esztergomban is olyan sok beavatkozás történt, hogy az eredeti eltűnt, nincs. És hát mi arról nem lehet írni, ami nem eredeti. Tehát ugye, ha valaki egy 1300-as freskókról ír, akkor nem írhat egy 1938-asról, vagy egy 1968-asról. Tehát muszáj annyira letisztítani, illetve megkeresni az eredeti rétegeket az átfestések alatt, amiről valóban lehet aztán művészettörténeti elemzést írni, mert azokat a rétegeket, amiket mások hordtak rá, azt mi nagyon jól tudjuk, restaurátorok, hogy milyen módon lehet ráhordani, és régebben még inkább. Az nem az, ami 1300, vagy egy trecento, vagy egy quattrocento kép valósága. De hát erről majd látunk egy nagyon finom kis, nem akarunk erről beszélni nagyon, de a Mari ragaszkodik az eredetihez, ahogy én is. Igen, nagyon fontos az, hogy én 62-ben végeztem, és akkor kerültem Esztergomba. És mint fiatal művészettörténész nem sokat tudtam a restaurálás rejtelmeiről, és bizony akkor megérkezett 67-68-ban 4 restaurátor, mindegyik kapott egy erényfigurát, és egy hónap alatt kész volt. És akkor vége volt, úgyhogy azért sokan már nem értik, hogy hogyan van ez a 23 év. És valóban én... És mikor voltak ilyen megbeszélések, hogy mert nekem ugye meg kellett, szóval próbáltam foglalkozni, hogy ki ez a jó festő, vagy ki ez a festő, aki ezt a 4 erény alakot például festette. És akkor láttam, hogy vannak ilyen elrajzolások, kéz, és hát hogyan? És akkor ugye én nem kaparhatom a freskót, és nem tudok vele behatóban, és hát megállapítom, hogy itt valami van. És akkor a Zsuzsa most szépen bemutatta, és nem, de nem kellett a Zsuzsára se várni, ha már korábban nekem kifejtették ezek a restaurátorok, hogy végül is művészek vagyunk, és most nem akarok neveket mondani, művészek vagyunk, és hogy hát nekünk kiegészítsük, hogy jobban értelmezhető legyen. És ugye valóban ez egy szomorú dolog, hogy így, tehát nem a művészet történész, akkor nem tudja, hogy mi az eredeti, és mi az igazi, és akkor mivel foglalkozik egyáltalán. Tehát hál' Istennek így ezzel most teljesen tisztában vagyok, ami már elkészült, hogy mi az, és így látjuk azt, hogy micsoda fantasztikus, egyedülálló színvonal, meghívtuk az Uffizi igazgatóját is pár évvel ezelőtt, és hát szóval ez az egész 17 év, amiről Emőke beszélt a bevezetőben, hogy rendeztünk egy nemzetközi konferenciát, jöttem mondani, ahol 12 országban jöttek, csak a stúdiólóval, tehát olyan témával, hogy egy ilyen dolgozószoba hogyan is néz ki, milyen hagyomány van, többnyire csak nincs valóság, hanem csak levéltári adat, hogy volt egy akár gardrobnak mondták, akár csak egy olyan elvonuló, de ilyen komoly program valamiről, mert még beszélünk. Igen, tehát nagyon fontos a rózsaablak fölött, maga a rózsaablak is egy csoda, aznak is a restaurálás, a kő restaurálása megtörtént, sajnos az nem az eredeti darabok lettek visszatéve, ez egy más téma, de remélem új kiállítás készül, igazgatója van a Vármúzeumnak, hogy óriási reményeink vannak, hogy egy olyan kiállítás fog megszületni, ami a Vár történetét és a magának a megmaradt részeknek is a hiteles történetét be fogja mutatni. Tovább ugrottam, bocsánat, mert közben beszéltél a stúdiólóról, és akkor, de majd oda is eljutunk, csak hogy például a Pelicsoli, ahogy megtalálták ugye ezeket a lezuhant mennyezet részeket, aki járt már a kápolnában, az tudja, hogy ezek most már, tehát ő fogta, leválasztotta, és aztán fölragasztotta, hívjuk így, hát persze nem ragasztás, fölhelyezte a kápolnának a boltívére, és hát ezek azért nagyjából már lógtak lefele, tehát muszáj volt ugye őket ismét leválasztani, és visszatenni a helyére. De itt ásatási képet látunk, ott fönt pedig azt, ahogy éppen visszalettek helyezve. Tehát ez az ásatási. Hát azt azért el lehet mondani, hogy az ásatási fotókat elég jól ismerjük, és hát azért
sír az ember lelke, mert látjuk, hogy körülötte hány pici fragmentum, és rengeteg érték lehetett, és van, amit hát nem mentettek meg, mert ugye főleg a nagy köveket mentették meg, és aztán mi is ugye behelyeztünk egy párat, erről is lesz már majd szó. De hát amit ma értéknek találunk, tehát akár egy tenyérnyi fragmentum, hát ezek feltehetően kilettek dobva mind. Igen, ugye a kápolna fölött még kb. 3 emelet magasságban volt, tehát több emelet lázuhant a kápolna, befakadt a kápolna, meg a termeknek, a lakótoronynak a boltozatára, és azok töltötték ki, tehát a felsőbb emeleteknek a törmelékei töltötték ki, a tetejre ágyút állítottak, ágyukat, és ment tovább. Ez főképpen az 1594-95-ös harcokban történt ez a nagy pusztulás, amikor a Balassi Bálint is ott hősé halált hal a vár. Ez egy csodálatos, ez a részlet is a bordákról, erről, amit előbb már említettem. Szóval ez a két, ezt is látjuk a két réteget is, és főleg látjuk azt a nagyon gazdag színvilágot, ami a bordákat, és ami nem unalmasan, hanem a motivumokban is milyen sok fantázia, milyen gazdag festő leleményesség van. Itt a két réteg még jobban látszik, az alsó réteg, ez a növényi díszítés, az a 12. század vége, és a 14. századi az a bizony saktáblaszerű geometrikusabb egy kicsit, amit előbb láttuk, hogy a lezuhant egy ilyen hatalmas tömeg az ásatási fotóból. Hát ez is valami olyan gazdagsága van, amit hát még nagyon fontos lenne, mert ez egyetlen egy francia vagy hát egy itáliai emlék nem tudja így bebizonyítani, hogy ez a dekorációnak a restaurálására vagy eredetiségére senki nem figyelt még eddig. Úgyhogy ez egy óriási eredmény. És csináltunk egyszer egy kiállítást, ha emlékszel, ahol ezeket a fotókat felraktuk nagy vásznakra, mint modern festményeket, és hát voltak azért, akik ismerték az esztergomi kápolnát, de kevesen, tehát egy olyan közönség volt, és egyszerűen nem értették, hogy mik ezek a modern festmények, úgy volt összerakva persze a kiállítás, és hát ennek nagyon nagy sikere volt, mert utána elmondtuk, hogy hát ez bizony egy 700 éves alkotás, vagy 7-800 éves, tehát nagyon érdekes volt tulajdonképpen ez egy vicc volt, amit csináltunk, de nagyon jó volt, nagyon érdekes. Minden korból egy nagyon kiváló festő volt, de nem kevésbé kiváló festőművész maga Zsuzsa is, akinek csodása, és nagyon-nagyon volt is kiállítás, csak sajnos kevés ideje van arra, mert én nagyon támogatom azt, hogy a restaurátor amennyire ideje legyen, saját ne a művészetbe, ne a műtárgyba mutassa meg a tehetségét, hanem külön alkosson és legyen kiállítás. Ez a francia réteg, ami egyidős az oroszlánnal. Igen, tehát, ez csodálatos, ugye, ez a 12. század. És fönt az árodásban van egy eredeti kis darab. Ez a kék szín, és a nyugati rózsaablakról annan árad be ma is a nyugati napfény, ami a vörös márvány padlóról tükröződik vissza, és azt világítsa meg a falakat, a falak festés. Valami olyan csodálatos kaleidoszkóp, ugye erről van, szóval látvány van ott is. Most a kövek. Ezek a köveknek a berakása, de még a szegénységről, ez egy konzol sor, egy perspektívikus konzol sor, ami lezárja ezt a falrészt, előbb is a visszahozott így ez egy konzol sor perspektívikusan, tehát mutatja azt, hogy a Trecento már kezdi a perspektívikusan térben ezt a konzol sort, és tehát egy építészeti kibővíti, illuzionisztikus térábrázolás kibővíti a teret, és alatta vannak a kövek, amiket visszahelyeztük most nekem a szakdolgozatomban, is már ez volt 62-ben, hogy azok a töredékek, a kváderkövek, egy-egy fejjel, akár számos töredékkel, amiből majd mindjárt látunk, azokat hova tegyük, és a rajz alapján, hát ugye Zsuzsa még inkább egy nagyon kitűnő építészülők gyermeke, akik ezeket a freskókat, ugye a fejeket, a felső sor ugye a fekete-fehér a régi fotó, és itt látszik. Hát ezek a, kezdve attól, hogy a freskó széle, a szélezés az mind cementen volt. És az előbb, ahogy a Zsuzsa elmondta, hogy ezeket le kellett fejteni, ezek évekbe kerültek, több száz ilyen kváderkő van a kőtárban, és hát ugye nem mindegyik ilyen fejeket ábrázol, de ezeknek a ugyanígy az arcai, hát valami olyan magas színvonalat mutat, tehát itt a
már a 30-as években rekonstruáltak, ugye Leopold Antal kanonok volt ennek egyik vezetője és elindítója ennek az egyház részéről, és ő ugye szépen megrekonstruálta, hogy egy mennybe menetelre fölfelé néző apostol figurákról van szó, és ott látható, hogy az én rajzomból még valami a szakdolgozatból a bal oldalt, és itt a behelyezés, ezek hatalmas nagysúlyú kövek, és ezt Zsuzsa elgondolása szerint valósították meg az emberek, hogy hogyan tudták behelyezni, és ma valóban ott van, ahol a Júdás csókja, valóban a Jézus elfogatása lehetett. A elgondolás szerint, na most itt kéne azt elmondanom, hogy ezek a töredékek, tehát a Júdás csókja, vagy akár a Mária koronázása, hogyan teszi rá a koronát, a Júdás hogyan csókolja meg oldalról, mert ugye a Giotto bizonyára az Aréna kápolnából mindenki ismeri, hogy nagyon drámaian két profil, éles profil néz egymással szembe. Itt, és ezt a kompozíciót, ami ott valahol ugye látható, az a bizonyos Júdás csók, ahol oldalról, el tudja mindenki képzelni, oldalról, tehát sok ilyen ábrázolás van, de ez az esztergomi, hogy nem néz rá a Júdásra, nem érdekli, hogy elárulja, csókkal árulja el, hanem a Márkusra néz, már is visszaragasztja, amit a Péter a kardjával levágta az egyik, a főpap egyik szolgálójának a fülét. Na most azt szeretném, mert ez jó, ezt így ábrázolják a várkápolnába, de ha esztergomi egyházmegye, az egész fölvidék, egészen a 18. századig, akkor Mária Terézia csinál kisebb egyházmegyéket, Rozsnyó, Beszetebánya, stb. És addig, tehát a gömöri freskók, amiről mindjárt remélem szó lesz, hogy ami egy fontos téma, aminek a passió ciklus szinte minden templomban megvan, azok ugyanígy, kivétel nélkül ugyanúgy ábrázolják akár a Jézus, halott Jézus siratást, Mária koronázást, ami esztergomban van. Na most nyilván nem a várkápolnába tudott eljutni az a gömörbe dolgozó festő, aki nem ugyanaz volt, hanem voltak tehetségesebbek, megszerényebbek, tehetségesebbek. De az biztos, hogy a Székesegyházban, vagy bárhol esztergomban 38 templomról tudunk, hogy ami a Horváth István kitűnő régi föltárt, ami remélem előbb-utóbb hát valahogy az is publikációra kerül, tehát számos temploma volt, tehát azt jelenti, hogy az egész egyházmegyébe ez a fölfogás, hogy a líraibb, tehát nem annyira a drámai kapcsolatokat, hanem ezt a lírai gondolatot emelték ki. Igen, köszönöm szépen, ott fölül. Már be van helyezve. Be van helyezve. És hát persze el kell mondani, ez alulról úgy tűnik, mintha valami könnyű dolog lenne, de hát egy ilyen kő az 80-100 kiló. Tehát azért ennek a betétele azért az nem annyira könnyű, amikor milliméter pontosan kell összerakni őket sokszor. Hát egy óriási dolog, amit a zsirát, ugye én... Nem, hát nem én, mert ugye én vagyok, hanem azért voltak erősebb férfiak, akik segítettek ebben, de hát persze a restaurálási meg a szellemi részét azt mi csináltuk, csak mondom, hogy ma, ha bemegyünk a kápolnába, akkor olyan természetesnek vesszük ezeket a jeleneteket, és hát 38-ban a kápolna azért úgy volt átadva, hogy nem volt benne jelenet. Tehát ezt azért el kell mondani, ez egy nagyon fontos dolog, hogy gyönyörűek voltak az apostolok, az oroszlán, tehát egyáltalán az egész egy nagy újdonság volt, és nagy felfedezés, de nem voltak jelenetek. Tehát ugye most három jelenettel is bővült a kápolna. Az egyik az a mennybe menetel, vele szemben ugye a Mária megkoronázása, és ugye itt pedig az elfogatás, vagy a Júdás, ugye... És van még egy negyedik, ebből a kápolnából nyíló oldalkápolna, ott van a feltámadás jelenet, ami megint fantasztikusan egyéni megoldás, ami megint csak a korát is meghatározza, mert hogy olyan a 14. században, a Trecento korban, a 1347-48-ban volt egész Európában pestis járvány, és az előtt és az után teljesen megváltozik a művészeti ikonográfia. Például ugye a prédikációk nyomán, tehát az például a föltámadás, és csak ezt az egyet mondom, hogy miután ott a Firenzében is, hát a legtöbb olasz városban, de tudjuk, hogy Nagy Lajos is megkapja ezt a pestist, amikor a nápolyi hadjáraton van. Ez, hogy a
a Pest is után azt predikálják, hogy igen, mert a kora Trecentóval, Mária, kora reneszánsz, lép éppen ki a sírból, így ábrázolják. Na most a század után már az van, hogy hát nem lehet Jézus, akkor úgy egyszerűen hogy egy szellem ki egy szellemi test ki tud jönni a lepecsételt sírládából is. Tehát valóban minden megváltozik, tehát ez egy olyan, hogy ez még a pestis előtti években készülhetett. Nem annyira pontosan, mert ugye néha utána is nem változik órára, percre, másképpen a fölfogás, a festés, de alapvetően lehet látni, hogy nem is beszélve arról, hogy a Jézus születése a göbölyi freskóknál, az jól lehet látni, hogy a ágyba fekszik a szülő anya, hogy a Jézus a karácsony, hogy Jézus születik, és a pestis után a Brigitta látomása nyomán, Szent Brigitta látomása nyomán, akkor a térdel, szóval ő nem egy ugye szülő emberi, egyszerű szülőanya, hanem térdelve, és ott látja a köpeny a szélén, ott és a gyermeket már, és világít. Tehát egy sokkal misztikusabb, és egy istenibb fölfogás van a század második felében. És ez van többnyire a gömöri, vagy hát részben ez van. Mind a kettő előfordul. Ez a 70 éves születésnapom elkészült a tanítványomnak egy hatalmas kötet, külföldiek, belföldiek, bár akkor még nincsen Erasmus, de addig is volt éppen az 1969-es nemzetközi kongresszus, ez a Comité International Histoire de l'Art-nak, ez a UNESCO alá tartozó művészettörténet, bizottság, ami minden 4-5 évben rendez egy Európában kongresszust. A Magyarországon először a millennium évében volt 1896-ban, és utána 1969-ben, a második világháború után először itt találkoztak ugye a keleti és nyugati művészet történészek Budapesten. És én azzal kerültem, és attól kezdve a következő évben persze ezek az emberek mind 500 résztvevője volt ennek a kongresszusnak, és azok mind meghívták. A következő kongresszus Madridban volt, de már a következőben a Tolnai Károly, aki egy nagy magyar művészettörténész volt, aki 19-ben emigrált Magyarországról, és a 69-ben jött először haza, és hát ugye ő is egy nagy élmény volt, mert ő közben Firenzében megalapította a Michelangelo múzeumot, a Casa Buonarrotit, és hát oda is meghívott, és hát szóval lényeg az, hogy rengeteg ilyen nagy professzorokkal kapcsolatba kerültem, és ezeket a tanítványaim számára tudtam hasznosítani. Még a rendszerváltás előtt minden nyáron vittem a hallgatókat 3-4 hetes itáliai vagy bármilyen más útra, és szóval sokféle kapcsolatunk volt, és azok is mindezek a professzorok is írtak ebbe a könyvbe, amit a tanítványaim ugye hoztak ide. És hány tanítványod volt szerinted? Hát ugye, számolgattuk, hogy az 50 év alatt vajon hány tanítványod volt? Mert én egyszer összetalálkoztam a Santo Stefano Rotondónak a kapcsán egy hivatalos találkozón, és a Latorcai Csaba mondta, hogy a nyakadba borult, hogy jaj, Mari, itt van a Mari, de jó. És mondtam, hogy hogy. Azt mondja, hát ha én is tanítványa voltam. Ja. És ki nem volt a Mari tanítványa? A lényeg az, hogy voltak egy páran, hál' Istennek mindegyikkel jó a kapcsolatom. Bárdi területen felállhatta, és nem tudom, hol van ebben, ott van ilyen, és felállhatta. Mindegy, vannak többen is itt nyilván. A lényeg az, hogy nagyon, nagyon hálás vagyok nekik, mert valóban nagyon sok szeretetet kapok, ami fantasztikusan tud lelkesíteni. Ez egy nagy dolog. Ez meg a Vármúzeumban volt a 70. születésnap. Ott ugye a Keresztény Múzeum szervezte Kocsek Ildikó hatalmas tortákkal, fantasztikus. Minden volt. Hát ez néhány könyvnek a... Ma is kapható még ez a könyv a Vármúzeumban, ez a fekete fotó fölül, és alul az egész kötet erről szól, hogy a feltárás után mit tudtunk tenni. Ez most meg a bazilika. A bazilikának ugye folyik most már évek óta a helyreállítása, a freskóknak is. Sajnos egyelőre még nem nagyon voltak konferenciák ebben a témában, hogy ezeket bemutassuk, de csodálatos az, hogy az 50-es években, tehát ugye 56-ban szentelik fel a Liszt Ferenc ugye eszterű misét mindenki ismeri, és ezek a fejek, de akár ugye ezeket egy müncheni festő festi, sajnos itt nem látok, az a Adalbert megkereszteli a vajkot, és ezek a körül...
Igen, tehát nem csak az egy kitűnő portréfestő, ez a müncheni akadémiai festő, hanem egy olyan a Szitovszky prímás, a megrendelő, aki egy magyar ugyanahol ez a freskó is van, abban a jobb oldali kereszthajóban, ő egy magyar panteomot, a Hajnau Rém uralma idején egy magyar panteomot létesít, ahol a Szent István, a negyedik Bélának a lányai az oltáron, Szent Márton, és a többi, szóval tényleg ezek a magyar szentek, és a Adalbert Palástján, a Nagyszent Miklósi kincsnek a motívumai vannak rajta, tehát valóban egy abszolút magyar, egy kifejezetten a magyar hazafiságot hangsúlyozza. Azokban az években, az is megvan domborműben a bazilika bejárata fölött, kívülről látható a kis északi torony felé, mert amikor a Ferenc József nem akarja megkoronáztatni magát, mert 50, végül 60 ugye felszentelik a bazilikát, és akkor ott a Szitovszky prémás mondja, hogy hát ő felsége méltóztassan megkoronáztatni magát. Mögötte áll a Hajnau, mindegyik portré, ezek még nincsenek teljesen restaurálva ezek a fejek, de valóban ami olyan hazafiságot tanulhatunk, én nagyon szeretném, hogyha módu lenne arra, és azért említem meg, hogy 24-ben egy nagy határkő van, 22-ben kezdődik 1822-ben az építkezés, és 24-re a Rudnai prímás, aki az egészet kezdi, aki egy nyitrai ember, és Gyulafehér Váron kapja a hírt, mint gyulafehérvári püspök, és azt írja az első körlevélbe, hogy kelt Esztergomba, és 300 év után visszahelyezi, egy év alatt elintézi, a osztrák katonaság kivonul, szóval ami olyan csodák történnek sorozatosan, és akarat kell, szóval a magyarban van akarat, és úgy gondolom, hogy ha ezt jobban megismertetjük a magyar közönséggel, akkor itt is lesz sokkal erősebb akarat, hogy valóban fölépítsük a falakat, ahogy mondja a Vas Albert. Róma. Nagyon fontos az Alto Stefano Rotondónak a magyar kápolna restaurálása. Nagyon fontos, hogy hát Zsuzsa itten hősies munkát végez, sajnos nagyon lassan halad ott is. Sárkodi Péter itt, professzor úr itt van ott hátul a sarokban, de ugye ő neki van nagy érdeme abban, hogy ez a Santo Stefano Rotondo, a Lázai János síremléke végül is a köztudatba került, és hát ha nem is mindig, de ott van az eredeti helyén, aztán elteszik, aztán újra visszakerül, de ő rendületlenül 38 éven át harcolt azért, hogy a magyaroknak ez a temploma, a pálosoknak a nyomán a kollégium Germanicum et Hungaricummal együtt, hogy méltó társát, ez nem egy német kollégium, hanem az egyesített magyar és német kollégium. Na, mindez, ami bizonyára sokan olvasták az ő könyvét, más írásokat, tehát valóban valami, és itt van ugyancsak mellette az ő kiadója is, a Romanika kiadó, aki számos kötetet adott, jelentetett meg a Róma magyar emlékeiről, úgyhogy aki megkeresi az interneten a Romanika kiadót, akkor azt kap pár rengeteg kötetből, szemnél jobbnál jobb köteteket. Hát ugye Botticelli is nagyon, nagyon hamar, először csak az, hogy egy nagyon magas színvonalú emlék részletek jöttek elő, ami megint teljesen a Zsuzsa érdeme, tehát az a nagyon odafigyelés, az a, hogy minden milliméter, annak is a töltré, ott fontos számára. Tehát itt nincs elnagyolás, ahogy már ő is ezt jelezte, hanem valóban az, hogy azon a nagyon vékony vakolatrétegen, mert itt is van egy alatta lévő vakolatréteg, ami nincsen valószínű festés, de a tény az, hogy egy nagyot, tehát szinte leesik az egész Quattrocento 15. századi réteg, és ezt ő megmenti. Ez egy erénynél, ugye, és ugyanúgy a Zodiacus ívnek is, a Zodiacus jelképeknél is, az még várat magára annak a bemutatása. Nos, ez a rekonstrukció, megint csak Vukov Konstantinnak a rajza, kétségtelenül, hogy a töredékek megengedik ezt már a 30-as években egy ilyen restauráció, egy koncepcióra gondoltak, ahol éppen a Dante év az ugye 21-ben volt, és hát éppen tegnap volt az Irodalmi Múzeumban, a PIM-ben egy nagyon szép összegzése a magyar
700 éve Dante halálának. Évfordulón a Pál József remekül vezette és ismertette az eseményeket, számos konferencián vettem én is részt, és valami olyan nagy dolog ez, hogy az a Dante Paradízóban a 8. ének, az a magyar, Anzsu Károly édesapjáról, Marter Károlyról szól, tehát, és ezt még mindig nem nagyon tanítjuk, és nem nagyon tudjuk még elmondani ezt a 8. éneket, és valóban olyan közismert volt az egyetemi könyvtárnak a csodálatos Dante kódexe, ami én véleményem szerint, és hát ez még ugye sok mindenre nem volt időm, nyilván nem is lesz már, de azért amit még tudok, azt próbálom csinálni. Én többször írtam és mondtam is, és hát valóban ezek a miniatúrák nincsen teljesen befejezve, de egy ilyen gazdagon díszített 14. századi, és ilyen magas színvonalon ilyen nincs még egy a eddig ismert Dante kódexek között, tehát valami olyan közel állónak tartottuk mi mindenkor. Ugye az, hogy ez egy velencei ajándék réven kerül a Magyarországra, az könnyen lehet, de miután a velencei miniatúra festészetnek ez az első emléke, még a velencei művészet történet szerint is, úgyhogy nem valószínű, én nagyon valószínűleg tartom, hogy ez bizony a Anzsúnak a királyi festőműhelyében készült, most nem mondom tovább, de kétségtelenül az, hogy amit itt látok, tehát a 15. századra nem csak a gömöri freskók, hanem ez a Dante kódex, és a 14. század így a Várkápolna, tehát annyi emlékük is az egész Kárpát-medencében sorra jönnek elő, Erdélyben, máshol a freskóknak a százai. Tehát azt mondták, hogy egy nagyon magas festeti kultúra volt, ami igazi bohom freskó, a másik, hogy technikailag is, és hát ez bizonyítja, ez a csúcsa ennek a Mohács előtti dolognak a 15. századi emlékeink között. Hál' Istennek van egy pár 15. századi freskó, de ez a magas színvonal, amit is Zsuzsa föltán látható tett, hát ez itt van egyedül, és ennek a csodálata, ennek a bámulata, ámulata, ezzel nem lehet betelni. És ez annyira fontos, hogy úgy ikonográfiailag, tehát nem csak mert így a szép festészeti dolga, óriási dolog, de az, hogy az vele járult, tehát az a szellemi, tartalmi gondolat is, hogy az a Vitéz János egy rendkívül forradalmian új, tehát teológus volt. Ő nem volt ideje arra, hogy köteteket írjon a filozófiai gondolatairól, mert harcolt a Hunyadival a török ellen, és ő és a Banderiumát, tehát ő részt vett állandóan, tehát amit ő a 35 kódexa maradt meg, amit a részben az egyetemi Széchenyi könyvtár, meg európai könyvtárak részben a világ különböző részéről, tehát 35 kötetet tudunk biztosan azonosítani, amit az a Vitéz János, aki a Mátyás kancellárja, a Mátyás kultúráját jelnyitja, egyáltalán európai hírű ember, humanista, aki a lap szélén emendálja, tehát ő megrendelte ezeket a kódexeket, főleg ugye Salzburg, München, sokfelé vannak a világ minden részén, ezeket a csapodi házaspárnak, tehát sokan dolgoztak abba, hogy ezt a magyar reneszánszot valóban minél jobban, és a világ, a szakemberek jobban értékelik, de sajnos a iskolában még nem tudjuk annyira tanítani a Mohács előtti kultúránkat, és hát ebbe próbáltam sokat tenni, és hát a oktatásomban is ez a nagyon részt kapott az a középkori magyar, az MS mester és a többi. Tehát ezeknek a színvonala, ami egymásra épülnek. Tehát egy olyan, hát ilyen nem tud egy ország se fölmutatni. Ugye ezt most nem... Hány évesen írtad a doktoridat? És miből? Na most ugye volt a szakdolat utána, volt a kis doktori, az ELTE dolgozat, ez volt a gömöri falképek, ugyanis nagyon fontos volt a Vája professzornak, hogy ugye ne, ugye, hanem egy valami új dolog legyen, és akkor persze az esztergomi egyházmegye, de ez nem volt olyan egyszerű, mert nem lehetett csak úgy utazni a Felvidékre. És hát szóval sok minden, akkor végén apának a kutatói, a levéltári kutatói között voltak
prágai, akkor Csehszlovákia volt, ugye, a fölvidék, és a prágai kutatói között voltak hát kitűnő emberek, akik szerették volna minél van megköszönni, és akkor mondta, hát, hogyha ha a lányát, ugye engem, vagy kicsit a Prágai Akadémia keretén belül egy kicsit megismertetjük a fölvidékkel, és hát valóban így jutottam el már a 60, úgyhogy 67-re megértem ezt a kis doktorit, amin a bejártam ebben ezekkel a prágai kitűnő kollégákkal, akikkel ugyanis nagyon hálás vagyok, ma is jó a kapcsolatom a prágaiakkal. De, és akkor ugyanígy így, hát most a világörökség lett, itt van itt a Nagy Róbert úr is, aki annak a oltári múltnak a vezetője. 10-én lesz egy ilyen nagy nemzetközi, bármint szlovák és magyar konferencia, ami a Gömöri Freskónak a közös kutatásának az eredményét fogja bebizonyítani a pesti újvárosházában, a Váci utca végén. Igen, hát ugye itt ez csak egy pár részlet, az, hogy micsoda egyrészt a színvonal, milyen gazdag, teljes templomok vannak kifestve, olyan komoly ikonográfiai program szerint. Na most ezek a különböző tárnokmester, udvari, tehát miniszterek lehet mondani, azoknak a lakóhelyén, abban a faluban, ugye a templom maradt meg, a kúria, ahol laktak a család, az nem maradt meg, de a templomnak ez ugye éppen csetnek a vasérc, azok a sajó mellékfolyói, ezek a kis csetnek és egyéb folyók, és ezeknek olyan gazdag freskói vannak, ebből 12-t most az európai örökségén nyilvánítottak. És ez adja az apropót a 10. október 10-i budapesti konferenciának. És ugye októberben voltunk. Igen, voltunk tavaly ilyenkor. Az ICOMOS készít egy ilyen túrát, és hát annak egy falképes Zsuzsa a vezetője volt. Az ICOMOS falkép restaurátori bizottságnak, egész európai. És ennek keretében szerveztük ezt az utat, ami egy nagyon, nagyon érdekes volt, mert hát először is kinyitattunk olyan templomokat, amit nem lehet amúgy megnézni. Most már egyre inkább egyébként, hál' Istennek. És hát mindenkinek ajánlom, ennek az eredménye volt ez a könyv, ami most egy pár napja jött meg, és ezt most én szeretettel a végszóként, illetve nem végszóként, csak átadnám a Marinak, ami ez a Gömöri falképes utak, amit együtt tettünk meg legutóbb közösen. Igen, és ezekről a templomokról szól. Mari írta az előszavát. Között, de és kiderült az is, hogy az ő nagyapja pedig éppen Pelsőci. Esküszöm. Az nagyon köszönöm szépen. Na most ez a kötet, itt látható a Ábrahám kebele látható, tehát ez a mennyország, most nagyon szigorú a középkori ikonográfia, tehát akármit nem lehet festeni a szentélybe, ma már egy elfelejtették többnyire a templomok megrendelői, szóval a szentélybe, kb. Ugyanúgy, mint a ortodox vagy görögkatolikus ikonosztázon is megvan, mit kell ikonosztázon szigorúan festeni, tehát a mennyország, a pantokrátor, és annak egyik, ez egy boltozat cikkelyben van Karaszkón, és hát ugye a színvonalat is látjuk, és esetleg most már nem tettél bele mást előbb is, csetnek. Szóval a lényeg az, hogy én ajánlom mindenkinek, aki tud, mert a Oltári Bult nevű alapítvány szervez rendszeresen utakat, úgyhogy még lehet csatlakozni. Én februártól minden hónapban már vezettem egy ilyen utat, és hát nagyon lelkesen, ahogy mondják a szervezők, egy nap alatt beteltek ezek a jelentkezők. Itt van ott előttel, látom Börcsög Gize építész kollégát, aki szervezi a Nagy Róberttel együtt ezeket az utakat, úgyhogy oda nyilván lehet még jelentkezni a következő hónapokban is. Hát köszönöm szépen, Zsuzsa. Ez volt az eredménye legalább ennek az első túrának. Nagyon köszönöm ezt a csodálatos könyvet. Ugye hogy utána már mindenki kedvet kapott. Fantasztikus. Hát nagyon szépen köszönjük nektek ezt a beszélgetést, és nem csak a tudásotokkal ragyogtatok be minket, hanem a lelkesedésetekkel. Ez valami egészen gazdagító az embernek, ezt a szeretetet megélnie, hogy ti mind a ketten foglalkoztok a témátokkal, és még reméljük, hogy nagyon sokáig fogtok. Ezt nem tudjuk, hogy itt a magyar reneszánszban micsoda egyedülálló csodák születtek, és igenis ezt a gyerekeknek, az egész fiataloknak is tudniuk kéne, és igen,
kihúzott derékkal mászkálni, hogy ők, hogy ők ennek, a, ennek a nagy kultúrának a részei lehetnek. Fölkaroltuk nagyon az erdélyi középkori templomokat, de hát valahogy a felvidékről elfeledkeztünk, illetve hát Mari nem, mert ugye már évtizedekkel előtt. Én tulajdonképpen tőle vettem át ezt az újrahasznosítást, hogy modern szóval, és hát évekig szerveztem igazán a Covid meg egyebek miatt ezt az utat, ami hát egy szakmai út volt, és hát úgy tűnik, hogy emiatt most szerencsére sokkal jobban fölkarolták ezt az ügyet, legalábbis eddig látogatásilag. És hát el kell, hogy mondjam, nem tudom, hogy itt ki mennyire ismeri ezt a vidéket, hogy valami egészen elképesztő. Tehát sajnos szinte a mai Magyarországon alig találunk ilyen együtteseket. Tehát mindenkinek nagyon ajánlom, hogy akár egy autóval, most már mondjuk egy ilyen kicsit vezetővel el lehet indulni. Közel van, és hát vannak telefonszámok, amiket föl lehet hívni, de egyébként most már van egy egyesület, ami ki is nyitja, tehát bizonyos szakaszokban nyitva vannak ezek a templomok. Azért, hogy tudjuk. Megjelent az elmúlt évben egy 625 oldalas kötetecske az én tanítványaim, az én szervezésemben, Esztergom építészeti értékei a római kortól napjainkig. És hát ez nincs minden benne, azok a témák vannak bennem, de egy-egy tanítványom éppen dolgozik, és hát ugye közreadta a tanulmányát, de gondolom folytatása következik. Mindannyiunknak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Külön köszönöm főtitkár úrnak, hogy megtisztelte jelenlétével a rendezvényünket, és akkor engedjék meg, hogy valamennyiünk nevében főtitkár úrral egy-egy virágcsokorral megköszönjük vendégeinknek ezt a gyönyörű beszélgetést.